Gondoltam, hogy ha Wonder Woman benne van, akkor majd többen rákattintanak. Hali papi mami, egy különleges dohányt fogunk tesztelni, és ez nem más, mint az Amy Gold szőlő mentája. Videót egyébként a pap Nándor támogatta, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hatalmas big like neki a dohányért. Igazából az egész felületet gyakorlatilag egy hatalmas tiltó matrica takarja, úgyhogy itt már csak tényleg ennyi lett, pedig szerintem nagyon szép lenne a csomagolás, ugye ezzel az arannyal, tehát ez a gold változata, ami a prémium kategóriát jelzi, ugye Alpha Care-ből is van ilyen prémium Alpha Care-nek is van egy ilyen prémium vonala mindegyik ilyen alapízből elméletileg. Külsején ugye itt arannyal van megnyomva, már amennyit ugye látni, 50 g-os kiszerelésben kapható. Itt az alján van még egy ilyen Amy Gold logó, egyébként nagyon szép a doboz, és egy picit úgy érzem, hogy talán erősebb papírból van, mint az Alpha Care-nek a doboza. Nikotin tartalma pedig 0,3%-os nikotin tartalom, tehát hát közepesen erős mondhatni, mert ugye 0,05%-os nikotin tartalmú dohányok is kaphatóak, viszont az Alpha Care az meg 0,5 gyengébb lesz, tehát 0,3%-os. Nézzük meg az illatát. Ez viszont nagyon szép, ez a kis tasak, és nagyon, nagyon erős anyagból van. Ugye az Amy pipák elég elterjedtek, aki esetleg a márkát nem annyira ismerné. Tehát aki szagolta az Alpha Care-nek a szőlőmentáját, ugye nekem az egyik legnagyobb kedvencem. Egy az egybe arra hasonlít, tehát nagyon finom, nagyon jó szőlő illatú. Egy picit talán a mentát még jobban kiérzem, tehát picit mentásabb, mint mondjuk az Alpha Care-nek a szőlő mentája, nagyon friss, ilyen nagyon kicsit másfajta kerámiába tömünk, mint eddig szoktunk. Ez egy teljesen hagyományos, allukas mini kerámia, de gyakorlatilag elég kevés dohány kell, tehát ilyen spórolós, ez azért lesz szükség, mert közben én már megkóstoltuk, és annyira finom volt, hogy észre sem vettük, hogy a végén el fog fogyni, úgyhogy pont ebbe lesz egy adag még. Ugyanazt látjuk, mint a külföldi német vonalú dohányoknál, amik ilyen nagyon túl vannak mosva, és már-már ilyen zselés állagú, ez teljesen hasonlít rá, és nagyon-nagyon melaszos. És kicsit átlátszóbbak a darabok. Az is különlegessége talán ezeknek, vagy ismertetőjele, inkább úgy mondanám. Ez abszolút ilyen kis egyszemélyes pipa lesz. Egyébként aki egyedül pipázik, annak ajánlom, hogy szerezzen be mondjuk egy mini fanál kerámiát. Mondjuk ez az allukas, teljesen hagyományos ilyen, hát ez egy gyenge minőség, ezt annyira egyébként nem ajánlanám. Alsó lukból, az egyikből, ami középen van, kicsit széthúzzuk oldalra a dohányt. Már előre kiukasztott fóliát fogok használni, ugye mindenhol lyukasztjuk, mert ez nem fanál, vagy Vortex, vagy ilyesmi. Kész. Egy piramid üveg vízipipából tesztelek, egy házi készítésű szilikoncsővel, illetve ugye ez a szívócső rész is teljesen én házilag van elkészítve, szerintem erről talán egy videót is készítettem. Szétcsavarható ilyen adapterrel itt a tetejét, az egész, ugye elkészítettből csak szőlőt szívtunk eddig. Egyébként, és ugye hát a alulukas hagyományos kerámiával két darab kokobrikóval tesztelünk. Az a durva, hogy igazából egy szóval le is tudnám írni ezt a dohányt, tökéletes. Tehát az a durva, hogy annyira tökéletes ez a dohány, hogy ha ennyit mondanék, akkor is elég lenne, de azért megpróbálom összefoglalni, mert ez elég rövid videó lenne, hogy tök jó, és akkor vége. Csak kétszer szívtunk eddig belőle. Elég könnyen be is indult a folyamat. Most azt látom, hogy a dohány kevés mennyisége miatt még lehet, hogy még elbírt volna még egy szenetben, nem akarom odaégetni semmiképpen. Ugye csak Alpha Care-hez tudom viszonyítani, nekem az a legnagyobb kedvencem a szőlőmenta. Most ezzel az van, hogy olyan
precízen dominálnak az ízek benne, a menta és a szőlő keveréke annyira finom, annyira jó, hogy tényleg ilyen szuper latinuszokban tudnék csak beszélni róla. Szóval egyszerűen számomra tökéletesen van eltalálva. Egy sokkal sűrű felhőt is ki lehet hozni belőle, most a dohány mennyisége miatt szerintem nem lesz nagyobb. Viszont hát most kicsit bajba vagyok, mert az ember elég nehezen engedi el a nagy kedvencét, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért egy hajszálnyival ez jobb, mint az Alpha Care-nek a szőlő mentája, és azért ritkán mondok ilyet, szerintem. Sajnos az alulukas, hagyományos gagyi kerámiának, mert mondtad, hogy ez egy gagyi kerámia, rögtön látszik itt, ti nem fogjátok látni, DSLR-rel kéne felvenni, de folyik le a melasz, már rögtön bele a csőbe, vagy mi az az üvegbe, a tartályba, innen látom, hogy rendesen csöpög, meg ugye ez egy elég melaszos dohány, szóval ez kimondottan nem jó ilyenbe tömni, de hát most kénytelen voltam ebbe, szóval azt látom, hogy ugye mennyire gagyi. Viszont az élményből egyáltalán nem vesz le, illetve hát hozzá nem ad, viszont nagyon-nagyon kellemes. Aki próbálkozott ugye a szőlővel, és kimondtam, sok ember van, aki egyébként nem szereti a szőlőt, egyszerűen nem jön be neki az íz, valószínűleg a szőlő levet se szereti annyira. Annak most nem fog sokat mondani, hogy még mentásabb, meg még szőlősebb. Aki viszont kedveli, és szerintem nagyon sokan vagytok így vele, ezt ki kell próbálnotok. Annyira finom a menta benne, és az az édeskés, savanykás szőlőíz, hát remek, remek dohány. Elmondani, annak is nem akarok nézni. Hívnak videózás közben. Azt akartam mondani, hogy nem lesz valószínűleg hosszú videó, mert nem akarom azt ismételgetni, hogy ú, de jó dohány, ú, de finom. Az Alpha Care szőlőt mindannyian ismeritek. Nagyon, nagyon hűs, azt tudom elmondani róla, szóval nem az a keserű menta, ami előfordul más dohánynál is, ami egyébként szintén kellemes, hanem az a nagyon hűs, nagyon friss menta, amikor belebombáznak egy adag ilyen nagyon friss mentát a koktélodba, vagy elég, ha csak egy ásványvizet iszol, tudom, hogy próbáltatok-e ilyet, és mondjuk frissen leszedett mentát bele összegyűrsz, és az a nagyon friss érzés, szóval ugyanaz van benne, nagyon kellemes, nagyon jó. Hát ezek a gold vonalak, valahogy minden, ezek a prémium, meg ezek a vonalak, hogy nem tudom, hogy mi az a plusz még, amit bele tudnak tenni, vagy mi az az odafigyelés, ami miatt még ennyivel jobb tud lenni egy amúgy is jó dohány. Úgyhogy az Émi az nagyon kitett magáért, azt gondolom. Nagyon szívesen kipróbálnék több ízt is ebből egyébként, mert biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy áfonya, vagy még egy citrommenta is esetleg hozná ezt a színvonalat. Szuper! Hát ebből el tudnék szívni egy kilót akár, ez a mindennapos dolog. Minden nap képes lennék ebből egyet eltöffenteni. Remek. Első szívásnál rögtön egyébként érezni ezt nagyon kellemes szőlő mentás ízt, de körülbelül kell egy ilyen jó 20 perc, mire úgy tényleg elindul, és akkor ilyen nagyon hűsítő érzésed lesz tőle. Úgyhogy nem húzom tovább, mondom ezt a videót, egyszerűen számomra tökéletes. Hát nem hiszem, hogy ebből nagyobb adaghoz sajnos hozzá tudok jutni, de minden esetre ez egy élmény volt ez az 50 gram is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer, és hát aki teheti, az próbálja ki. Tökéletes dohány. Hali papi, mami. Hú, de jó bazmai. Ha szívesen látnád dohányod tesztben, vagy akár támogatnád a videókat dohánnyal, vagy egyéb dologgal, pénzt nem fogadunk el, a következő címre várjuk. 1631 Budapest, Sashalom 1-es posta, Podmanicki István, postán maradó küldeményként ad fel. Üzenetben jelezd, ha feladtad, valamint hogy neved, bemondhatjuk-e a videóban. Köszönjük és bőfüstöt! Csatlakozz Facebook oldalunkhoz! Képek, tippek, trükkök és legyél napra kész minden videóról!